A képzeletbeli harang. Kedves diákok, a verseny eddigi szakaszaiban hol rosszabbul, hol jobban teljesítettetek. De a cél látszik. Talán már egy kicsit elfáradtatok, de az utolsó körben beleadtok mindent, hogy a célban jól szerepeljetek. Ennek a versenynek a mai nap fontos állomása. Most titeket ünneplünk, kitárjuk lelkünket a pillanatnak, és mint egy gyorsított filmen lebergetjük az elmúlt éveket. Felhűzzük melletekre a szalagot, mely jelképezi a felnőtté válásotok kezdetét. Jelzi az összetartozást iskolával, osztálytársakkal, tanárokkal. Ez bizonyítja, hogy szüleitek gondoskodásával, tanáraitok áldozatos munkájával és a ti erőfeszítésetekkel az iskola végzős diákjaiból hamarosan kezdő munkavállalóvá vagy továbbtanuló diákká váltok. Köszönjétek meg szüleiteknek, tanáraitoknak és társaitoknak, hogy birtokába juttattak a továbblépés képességének. Kedves végzős diákok! A diák évek alatt annyit pakoltunk, annyit magyaráztunk nektek, hogy valószínűleg unjátok a sok szót. De sajnos az élet nem egyszerű. Nem lehet minden egyszerű szavakkal elmondani. Csak a kezdethez tudunk adni útravalót, a mesebeli hangval sütt pogácsát. Mahatma Gandhi, a 20. század kimagasló indiai bölcse, a következő tanácsot adta. Élj minden napot úgy, mintha az utolsó lenne, de tanulj úgy, mintha örökké élnél. Ez a mi hamuban sült pogácsánk. Remélem, hogy az itt összegyűltek számára a mai nap az életük versenyének meghatározó, emlékezetes napja lesz. Az ünnepség folytatása előtt szeretném bemutatni a végzős osztályfőnököket és egyben intézményvezetés részéről megköszönöm nekik az elmúlt évek kitartó munkáját. A 12. A osztályfőnökét köszöntöm, Hajdú Norbert tanár urat. A 12. C osztályt idáig vezette Rászné Cserzsébet tanár úr. A 12. E osztály osztályfőnöke Balogné Erzsébet és Zsuzsanna tanár úr. És a 13. N-osztály osztályfőnöke Lőgár Ildikó tanárnő, akinek ezt az egész estét is köszönjük. Ezzel felkérem a szalagtűzésre majd a... illetve a... speakereket. Iskolánkban néhány éve teremtettünk hagyományt azzal, hogy a végzősök egy részének nem az osztályfőnökük, hanem a hozzátartozóik tűzik fel a szalagot. Olyan családtagok, akik valamikor szintén ennek az intézménynek a tanulói voltak. Kérem azokat az évfolyamtársakat, akiknek a hozzátartozói tűzik fel a szalagot, hogy fáradjanak a színpad elé. A 12. K-osztályból Fábián Ádám, Urbán Róbert, Szabó Péter és Zsíros Dávid. A 12. E-osztályból Kerékgyártó Petra és Mitruska Dávid. A 13. N-osztályból Balsi Barbara.
Szeretném megkérni a hozzátartozókat, hogy tűzzék fel nekik a szalagot. Felkérem iskolák vezetőségét, hogy fáradjanak a színpadra, hogy köszönetünk jeléjük átnyújtsuk számukra az évfolyam szalagját. Benedekné Túróczi Katalin igazgatónőnek, Zsíros Dávid 12. A-osztályos tanuló, Mikóné Szabó Irén igazgatóhelyettes asszonynak, Lanicska Ádám 12. C-osztályos tanuló, Gál Lajos igazgató helyettes úrnak, Viktár Bogár Kamília, 13. N-osztályos tanuló. Havrin István igazgató helyettes úrnak, Nemesnik Dorina, 12. E-osztályos tanuló. Felkérjük az tanulókat, hogy küzdjék fel a vezetőségnek a tanulókat. Most néhány műsorszámmal szeretnénk kedveskedni vendégeinknek és tanárainknak. Ha tetszett, kérem biztosan a tapsal, hát ha megismételjük. Mielőtt az osztályok felkészülnek a produkcióra, előtte egy gyönyörű énekszámot hallhatnak Nemesnik Dorina 12. E-osztályos tanulótól. Thank you.
hajót teszek és segítek a bajban. Ha nem hiszed el, hogy az életed a játék, ha még mindent megtesz érted a család még. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol bele, fulladsz, pedig ott van a másik part. Thank you.
lányok táncpárbaja zajlik. Műsorok végén egy búcsú dallal köszönnek el a tanáraiktól és a vendégektől. Szia, mi újság, hogy vagy? Szia, de rég láttalak. Sziasztok, miért vagyunk ilyen gyorsak? Nem tudjuk. Sziasztok, hogy vagytok? Szevasztok, hogy vagytok? Hello, Jódi. Jó titeket látni újra. Niki, te nagyon szép lettél. Van már férjed? Nincs. Lennél a feleségem? Nem. Oké. Okay. Szervasz, Gyuri. Többiek hol vannak? Emlékeztek, hogy régen is mindig ugyanez volt? Nem voltam iskolában. Van te kórára, Patrik mindig elkésett. Jó reggelt! Jelentést kérek! Tanár úrnak, tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 21 fő, ebből hiányzik Majtényi Barbara és István Patrik. Az osztály matematika órára készen áll. Jó, üljetek le, és húzzátok ki a függönyöket! Kitti, ne húzd vissza! Ti hallottatok fel? Milyen jó lesz ezt reggel játszani matek szóbelince? Csak te nem fogsz megszólalni. Na, nyissuk ki a füzetet, és nézzük meg, kinek van házia. Nekem van, töltse. Na, mi van? Hosszú volt a sorabonatban? Néha. Lányok, most már le kéne fejezni, mert szeretnék órát tartani. Levegyem a fáról. Az egyesek miatt, és a moziban minden tiros lámpát kifogtam. Fiúk, most már be kéne fejezni, mert szétültetlek titeket. Hát mi vagyok én, Balázs? Nol, mit kívánok órádon? A gyakor. Jó, a mai nap Szabó Kitty fog felelni. Első kérdésem. A két dobó kockád van, és el is vannak vetve, hogy ugyanaz legyen felül, mennyi az esélye? Találkozhat, ha tudja a választ, mondja, miért választ? Ő lelkes. Thank you.
Thank you.
szerkesztő híres neves iskolájuk, szerették volna, ha elmarad első tanórájuk. Egyre csak ott voltak a szeren, ezért lehetne az iskola Baross Egyetem. A tanév végére egy centit nőttek, lassan olyanok voltak, mint a felnőttek. I don't know.
az izgalomhoz ez már nekem sok. Rendkívüli érettségig tartanak most számon, szóbeli van, és egy-két rosszul kicsúszik a számon. Fél az osztály, úgy érzi, hogy a legjobb jegy csak a három. Nem akarnak érettségizni, ők ilyen áron. Első tantárgy a matematika, a tanár szigorúan néz, mert összeadásnál azt mondtam, hogy egy meg nulla, az tíz. Szorzok is, meg osztok is, de összedől a ház, matek érettségén nem megyek át a száz. Második tantár kémia, oda megy egy tör, van alapanyag, van víz is, kész a gyömbérszög. Számolni kell mindenfélét, oldott koncentrációt, de nem osztottak mindenhol, mindenkinek rációt. Harmadik jön, ez a magyar, nem tudják, hol áll a fejük, remélik, hogy az egyetemen lesz még nekik is helyük. Sorolhatnánk egész nap, hogy miből érettségiztek, az eredmény a legfontosabb, amit ők itt elértek. Eredmény hirdetésnél bejön egy kopasz hapsi, közli, itt mindenki ötöst fog ma kapni. Felbontja a törleit, szája maradnak tátva, ő a király igazgató az egész iskolában. Fantasztikus ez a nap, virágszínmot bont a nap, törp és barbi bolyvidám, gyömbér szörből nincs hiány. Budapestre utaznak, s egy stúdióra bukkantak, kijelentik nagy lazán, hogy törpök az X-faktor színpadán. A barbi is reflektorfénybe kerülnek, látszik rajtuk, hogy derűsek. Jó értelemben
Ötödik éve járunk ebbe az iskolába. Nem kevés idő egy fiatal számára. Lassan elröpülnek a legszebb diák évek. Ezért mi most arra vállalkoztunk, hogy felidézzük a legemlékezetesebb perceket az elmúlt időszakból. Hogy felnőttünket elvetedik. Műsorunkban segítségünkre voltak írók, költők, zenészek, illetve osztályfőnökünk. Fogadják szeretettel! Csorka Filóska, mesélj rólam! Mesélj, anya, milyen voltam, amikor még kicsi voltam, az öletbe hogyan ültem, és te hozzád hogyan szóltam, amikor még nem volt beszédem. Honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemben. Mesélj rólam, hogy szerettél, engem is karodba vettél, meleg tejet etettél, akár csak a testvéremet. Gyönyörködtél akkor bennem, úgy neveztél, kicsi lelkem. És amikor még nem voltam, a hasadban rúgdalóztam. Tudtad-e, hogy milyen leszek, milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesélj, anya, mesélj rólam, milyen lettem, amikor már megszülettem. Sokat sírtam, vagy nevettem, tényleg nem volt egy fogam se. Ha én nem élettem volna, akkor is szerettél volna. Bosszankodok, hogy így kialakult.
vagy neki kezdeni lerombolni, lerombolni mindazt, ami volt már is van, volt már is van, hogy méltó legyen őseihez, és beleírhassa nevét a történelembe. A történelembe! Szereted a reggelet, amikor feltépültek az éjszaka, elmaszatolódnak az álmok, és a léceken át bemászik a fény, beszivárognak a hangok. Kigördül a nappal, jó reggelt, vidáman ébredt. Hello, jó reggelt, szia! Mi történt? Az iskola befogad, benyel, behapsol. Folyosószag, menet tablóképek, dátumozott időtlenségben. Az osztály, 8-10 méter, három sorban keskeny asztalok, mögöttünk székek, 19 szék. Mind a hárnak más lába, háta, köpenye. Mindegyik asztal más egyéniség, csak a tanári asztal ugyanaz, óránként megújuló fejekkel. Sóska zöld párba, arca rücskös, a krétapor alatt, rákenődik a gyerekkorod, szivacsal lefejled az éveket. A hetes tisztelettel jelenti, az osztály minden esetőségre készen áll. Mert a felnőttkor küszöbe nem fogadás. Cserék hosszú a lábunk, nem sokára be, és megérünk. Csak kérdések vannak, válaszunk helyen. Kérdéseim nekünk is vannak. Mi végre élünk a földön? Ki vesz meg egy elhasznált földgolyót? Ki lopja vissza a tüzet? Hová jut, aki a hangon dolgozik? Azt hiszik, nem tud semmi. Lógatod a lábad, a mi kutyuságunk persze csak álca. Ácsorgunk kis lődörgünk, mert nem halljuk a trombita szót. Létezni jöttünk a világra, és létezhető világot kérünk. Az új századot fiai nyitják majd. Vitatkozunk egymás között a padló félfelében ülve, amikor az öregek kimennek. A bűg a magró, elmenekülnek, és nem hallanak bennünket, ezért azt hiszik, hogy nem is beszélünk. Hol az ellenőrző bűn? Hol a bizonyítvány? Ki minősít, ki dönti el, hogy valaki érette, alkalmas-e a felnőttségre? Itt hangadoznak már kora este, pontosodóan, mint soha máskor. Ballagnak furcsán, megmerevedve, oda is vissza, ki tudja hányszor. Őtönk a tarka esteri falka. Megakadt itt-ott, valamely szempár, amott koncogás, csacsogó szava. Magamban hányszor megkérdezem már, mit is keres itt a diákcsapat? Úgy lehet van itt, ó, mégiscsak valami, amit nem könnyű csak úgy elmondani. Talán nem is olyan mi haszna órák, amíg a sétán köveit rúlják. Nem véletlen az se tán, hogy el nem várnak. Együtt örülnek, tavasznak, s nyárnak. Titka lehet itt a megállt időnek, valakinek tán épp szárnyai nőnek. Itt kezdődnek tán a legszebb utazások, s úgy lehet, itt a legszebbek az álmok. Talán éppen itt a legszebbek a vágyak, kis ösvény az ösvényt, itt teli meg társnak. És kéklő hívó, titkos távolakat, talán sejtetik már ezek a csöpputak. Yeah.
amíg emlékezünk. Hol van a dal? Hová tűnt? Hová tűnt az a sok virág? Hol van a tánc? Hová tűnt? Hová tűnt az ifjúság? Bennünk el tovább. A hold jel az égen, és a múltra mesél. Ez most a sangjára, hogy így az él. A csillagok sírnak, egy felhőlegyük. A föld meg csak hallgat, és tovább kerül. Gyermek életben, van kalapány, a nagy életesben egyedül bolyog,